Erdélyi csillagvirág és Kárpáti sáfrány, két gyönyörű növény, amely szinte bárhol megbújhat a lábunk alatt. Ráadásul védettek is, eszmei értékük tízezer forint. Ez pedig már egy kárpáti kék csiga, ez pedig egy keresztes vipera. Ezek is habarics béla fotói a szatmár beregi mezők kevésbé ismert élőlényeiről. Sőt, időnként a levegő urai is megpihennek a legelőkön, például a fekete harkály, a hamvas réti héja vagy a haris. Többek között ezeket az élőlényeket is szeretné népszerűsíteni az idén 40 éves Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet egy alkotói pályázat segítségével. Most a szatmárberegi tájvédelmi körzet elsősorban gyepterületeit, de az összes élőhelyét helyeztük a központba, és azokat a fajokat, azokat a különleges élőhelyeket, ami az 1982-ben kihirdetett tájvédelmi körzet alapjául szolgáltak, ezeket szeretnénk látni különböző rajzokon, más kézműves alkotásokon. Remélem, hogy ugyanúgy, mint a tavalyi évben, nagyon sok embernek megmozgatja a fantáziáját, és rengeteg pályáművet fogunk kapni. Ennek örülnénk a legjobban. A cél, hogy ne csak a kutatók, hanem a laikusok is megismerjék a gyepek értékeit, ezeket az Európában is ritkaságnak számító növényeket, állatokat és természeti jelenségeket, ugyanis akár a saját lakó környezetünkben is megláthatjuk, ha nyitott szemmel járunk. Erre tavaly is igyekeztek felhívni a gyerekek és a felnőttek figyelmét egyaránt, akkor több mint 800 pályamű érkezett a pályázatra nagyon örültünk neki, mert ez azt jelenti, hogy legalább 850 ember foglalkozott ezzel a kérdéssel, foglalkozott azokkal, tavaly éppen a rovarok voltak górcső alá véve, olyan lepkék, különböző rovarok szerepeltek, mint például a vöröslábú hegyisáska, a stick az úrta kurta a nagy tűzlepke, tehát mondhatom, hogy ezek nem ismert fajok, de mégis én úgy gondolom, hogy egyre többen megismerik, és egyre többen látják azt, hogy milyen értékek vannak itt körülöttünk, és hogyan kell ezeket megőrizni. Idén is sok alkotásra számítanak a szervezők, ezeket április 22-ig várják személyesen Cégény a Dózsa György út 9 szám alatti Kendekúria épületébe, vagy postán, a Nyírség Szatmár Berek Tájegység 4900 Fehér Gyarmat Postafiók 31 címre. A tervek szerint a beérkezett alkotásokból egy megyejáró vándor kiállítást fognak készíteni.